Szakértők szerint a nemzetközi helyzet és az olaj árfolyama nem tenné indokoltá a folyamatos üzemanyag áremelkedést Magyarországon. Ennek ellenére az elmúlt napokban rendszeresen drágult a gázolaj és a benzin kisebb-nagyobb mértékben. Péntektől pedig újabb áremelés jött, ami most csak az utóbbit érinti. Az uniós szankciók azok érvénybe léptek akár az orosz olajárának a meghatározásában, úgymond elsapkázásában, az nyilván a MOL-t is érintheti, illetve február 5-től életbe lévő szankciók is nagy mértékben átalakítják majd, illetve már most is folyamatban van az üzemanyagellátást a háttérben, nagy kereskedelmi oldalról, úgyhogy az emelkedésnek az egyik oka elsőjén az MSZKSZ-nak az emelkedése volt, de azt látjuk, hogy az olajárában a mostani mondjuk rövidtávú csökkenéstől eltekintve inkább egy emelkedő tendenciát tapasztalunk, úgyhogy lakosságként, felhasználóként arra kell készülnünk, hogy nagyjából ezen az árszinten vagy magasabb árszinten fogunk tudni tankolni a következő hetekben. Akik országszerte közlekednek, azt tapasztalhatják, hogy a keleti régióban néhány forinttal drágább az üzemanyag, mint a nyugat-magyarországi területeken. A holtankoljak.hu ügyvezetője szerint ennek az az oka, hogy mivel messzebbre kell szállítani az üzemanyagot, például egy 100 halombattai finomítóból, magasabbak a szállítási díjak. Jó hír azonban, hogy jelentősen javult a kisebb benzinkutak ellátottsága. Ellátást tekintve a helyzet az szinte teljesen megoldott, már a 0 literről egészen az 50%-os teljesítési igényig jutottak el a fehér kutak. Ez azt jelenti, hogy az igényeiknek az 50%-át már a MOL biztosítja, illetve importból is van lehetőség üzemanyagot vásárolni. Tehát az alapüzemanyagokból jelenleg már sehol sem találkozhatunk készlethiánnyal vagy komolyabb korlátozásokkal. Prémium termékek esetében még találkozhatunk mondjuk átmeneti készlethiánnyal, de ez is azt gondolom, hogy a következő hetekben megoldódik majd. A megemelt minimálbér és az energia megtakarítási kötelezettség a kisebb kutakat is érinti, ráadásul ők megpróbálják a korábbi kiesést egy kicsit kompenzálni is, ezért most nem feltétlenül jelentkeznek a korábban megszokott árkülönbségek a kisebb és nagyobb kutak között. Péntektől a 95-ös benzin átlagára literenként 658 forint, míg 1 liter gázolajért 720 forintot kell fizetni átlagosan.